Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Szakmák éjszakája. Szekszárdon már pénteken délután megkezdődtek a programok. Gyorsuló bíróságok. 10-ből 9 perben egy éven belül születik jogerős ítélet. Városi megtakarítás. Idén több mint 1000 mozdultak meg Szekszárdért. Veszettség ellen is beoltják a kutyákat Pakson, az önkormányzat állja a költségeket. A Tornatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Szekszárdon már pénteken kora délután elkezdődött a Szakmák Éjszakája idei programsorozata. A Szekszárdi Szakképzési Centrum 4 helyi tagintézménye és az iskolák társszervei a város piac terén mutatták be az általános iskolás diákoknak, hogy milyen továbbtanulási lehetőségekkel várják őket. A programsorozat pénteken éjszaka a Szekszárdi Szakképzési Centrum Tamási, Bonyhádi, Dombóvári, Dunaföldvári tagintézményeiben folytatódik. Magyarország térképén helyezte el a tájegységek nevét ez a fiatal fiú. Fuvarozó szeretne lenni, ehhez a szakmához pedig nélkülözhetetlen, hogy jól ismeri az országot. Ki kellett találni, hogy mivel szállítanak mit. A cukrász szakmával ismerkedett ez a két lány. Egyikőjük azt mondta, kislánykora óta érdekli a cukrászkodás, mert a családjában többeknek is ez a szakmájuk. Nagyon érdekel minket ez a szakma, és nagyon tetszik. A Szakmák Éjszakájához kapcsolódó programsorozat Szekszárdon idén először már kora délután elkezdődött. A Szekszárdi Szakképzési Centrum 4 helyi tagintézménye és az iskolák társszervei a város piac terén várták a megye általános iskoláiból érkező diákokat. 4 iskolában vagyunk Szekszárdon és 10 iskolában összesen a megyében. Hát, hogyha össze akarom számolni, akkor közel 150 féle szakképesítés szakmát tudunk oktatni, és oktatunk is, kicsiknek, nagyoknak egyaránt, mert ebben nem csak a kicsiknek a 14-21 éves korosztálynak, vagy 22 éves korosztálynak a képzése zajlik, hanem a felnőttek oktatása és képzése is. A Szakmák Éjszakája országos programsorozat célja, hogy a gyerekek testközelből ismerkedhessenek meg a szakképzőiskolák és a szakgimnáziumok által kínált képzésekkel. Tolna megyében a programok pénteken késő délutántól kezdve éjszakáig tartanak majd. A Szekszárdi Szakképzési Centrum Tamási, Bonyhádi, Dombóvári és Dunaföldvári tagintézményeiben este 10 óráig várják a diákokat. Közzétette a kormány azoknak a településeknek a listáját, ahol igényelhető lesz a falusi csok. A most megjelent összesítés szerint országosan 2486 olyan 5000 fő alatti település van, ahol a népességszám folyamatosan csökken, ezekből 100 település Tolna megyében található. A program július 1-ével indul, és felhasználható lesz használt lakás vásárlására, vagy annak korszerűsítésére, bővítésére. A visszanemtérítendő támogatás mértéke egy gyermek esetén 600 ezer forint, két gyermek esetén 2 millió 600 ezer forint, három gyerek esetén pedig 10 millió forint lehet. Sokkal gyorsabbak lettek a bírósági ügyek Tolna megyében 2018-ban, mint a korábbi években. Egyre kevesebb elhúzódó ügy van, ami azt jelzi, hogy az országnak ezen a részén dolgozó bírók jól végzik a munkájukat. Ezt mondta az Országos Bírósági Hivatal elnök helyettese pénteki sajtótájékoztatóján. Az itteni perek több mint 91%-a egy éven belül befejeződik. 25%-kal csökkent tavaly Tolna megyében az olyan perek száma, amik egy évnél tovább tartanak. Összesen 333 ilyen ügy került a bíróságok elé, ezeknek a nagy része devizahiteles per volt. A peres ügyek több mint 90%-a egy éven belül lezárult, de nem csak gyorsabbak lettek a szekszárdi törvényszékhez tartozó bíróságok, hatékonyabban is működtek tavaly, mint 2017-ben. Az ügyeknek több mint 89%-a első fokon jogerőre emelkedik, azt mutatják, hogy az állampolgárok számára meggyőzőek az elsőfokú ítéletek. Azokat elfogadják, fellebbezéssel nem támadják. A szekszárdi törvényszékhez tartozó bíróságokon kiemelkedően jó hatékonysággal folyik a munka, ezt mondja az Országos Bírósági Hivatal elnök helyettese. A szekszárdi törvényszék ügyforgalmi mutatói kiemelkedőek, az ügyek befejezése meghaladja az érkezett ügyek számát. Ez ugye annak biztosítéka, hogy az ügyek nem húzódnak el, és a bírák észszerű időn belül be tudják fejezni az érkező ügyeket, tehát az állampolgárok időben tudnak a
ítéletekhez jutni. A magas színvonalat pedig az mutatja, hogy hallhattuk ma Pécsi ítélőtábla elnökének a tájékoztatóját, ami szerint ezek az ítéletek minőségileg is megállják a helyüket. Tolna megyében tavaly 21.290 ügyet tárgyaltak a különböző bíróságokon. Egy ártatlan hógolyózásból indult ki az a vita, aminek kórházi kezelés és rendőrségi ügy lett a vége. Az eset még idén január elején történt Kétyen, amikor két 15 éves és egy 19 éves fiú úgy összeverekedett, hogy egyikük könnyű sérülést szenvedett. Az ügyben hamarosan dönthet a szekszárdi járásbíróság. Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a fiúk egy korábbi vitájukat akarták rendezni az utcán, majd ennek során újra szóváltásba keveredtek egymással, aminek verekedés lett a vége. Kettő 15 éves fiúról, illetve egy 19 éves fiatalemberről van szó, akik kölcsönösen bántalmazták egymást. Az ügyben a Bonyhádi Rendőrkapitányság csoportos garázdaság büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást, melyben mind a három fiatal gyanúsítottként hallgatták ki. A fiúk mind a hárman elismerték bűnösségüket. A Bonyhádi Rendőrkapitányság az ügyben keletkezett iratokat a napokban megküldte a szekszárdi járási ügyészség vezetőjének. Ötödik éve teszik szebbé Szekszárdot a város lakói. Idén is úgy időzítették a városszépítő akciót, hogy húsvétra rendezetté váljon a városkép. A programhoz több mint 1000 fő csatlakozott. A Percelmór utcai óvoda környékét az intézménybe járó gyerekek és oktatóik a város vezetésével közösen tisztították meg. A környezettudatosságra nevelés fontos része az óvoda pedagógiai programjának. Egybe egyet! A gumikesztyű kiosztásával indult a szemétszedés a Percelmór utcai óvoda környékén. A gyerekek lelkesen vettek részt a városi akcióban. Azt mondják, ez fontos a környezetvédelem szempontjából. Azért, hogy az állat, hogy ne szennyezzük a környezetünket, meg hogy legyen szép és mindenkinek tetszen. Azokat, amelyiket az emberek szétszórnak. Igen, és ezeket össze kell szedni? Igen. Miért? Azért, mert így szép, tiszta lesz a föld. Papírdarabokat, műanyagflakonokat és egyéb hulladékot szedtek össze a gyerekek és az óvónők. Számukra ez nem egy különleges alkalom, nagy figyelmet fordítanak a környezet védelmére és a hulladékgyűjtésre, amibe bevonják a szülőket is. Ez nekünk azért fontos, mert környezettudatosságra próbáljuk a gyermekeinket nevelni egészen pici kortól. Ez természetes része a mindennapjainknak, tehát nem csak kampányszerűen gyűjtünk úgymond szemetet vagy bármi más hulladékot, hanem benne van az intézményünk pedagógiai programjában. A városi nagytakarítást immár ötödik éve szervezi meg Szekszárd város önkormányzata. Különösen figyeltünk arra, hogy a húsvéti ünnepek előtt egy héttel kerüljön erre sor. Egyébként az elmúlt napok időjárás egy kicsit rá is játszott, hiszen rengeteg szemetet fújt el a szél most ez az akció. Szerintem pont jókor jött ebből a szempontból is. Hála Istennek annyira sok szemét nincsen, hiszen két héttel ezelőtt zajlott a Teszed akció, amelynek keretében itt Szekszárdon is nagyon sok intézmény, iskola, vállalkozás, magánszemély vett részt az akcióban, több tonna személy gyűlt össze. De úgy gondoltuk, hogy azt a hagyományt, amelyet elindítottuk 5 évvel ezelőtt, azt folytatni szeretnénk. Az ötödik városi nagytakarításban több mint 1000 szekszárdi vesz részt és tisztítja meg a város közterületeit. Az akcióhoz bárki csatlakozhat. A szemétszedéshez szükséges gumikesztyűket, zsákokat a város biztosítja. Az összegyűjtött szemetet a város 25 gyűjtőpontján lehet majd elhelyezni. Veszettség ellen is beoltják a csippel ellátott kutyákat Pakson a napokban. A 3 hónapnál idősebb kutya számára kötelező oltás költségeit a paksi önkormányzat állja, ilyenkor féregtelenítik is az ebeket. Egy gyors csipreolvasás, majd az injekció. Ennyit kellett elviselniük a kutyáknak a PSE pályán a kötelező eboltás során. Na és persze egymás társaságát, ami nem volt mindig könnyű. Akadt, aki itt a gazdája szavait, volt, aki remegett a félelemtől, volt, aki összeveszett a társaival, és olyan is akadt, aki elszökött, mint például Magyaró is. Hát az unokák védelme végett. Nagyon fontos. Gyere ide, gyere ide! Na, gyere ide! Magyaró! Magyaró! Az eboltás 3 hónaposnál idősebb házi kedvencek számára kötelező. Veszettség ellen csak csippel ellátott kutya oltható, az oltás elmulasztása és a csip hiánya 45-45 ezer forintos bírsággal büntethető. Ez egy biztonsági megoldás a veszettség ellen, meg ha valahol kiszalad, de hát nem tesz valakiben kárt, ha kárt tesz, akkor tudjuk, hogy hát meg van oltva,
és akkor ezért így jobban érzem én is magamat, vagyis biztonságosabbnak, hogy a kutya is be van oltva. A veszettség elleni oltására 4000 forint, ez tartalmazza az oltáskor elvégzendő kötelező féregtelenítés díját is, a csip behelyezése és regisztrációára szintén 4000 forint. Oltási könyv kiadásáért vagy pótlásáért 500 forintot kell fizetni a kutya tulajdonosoknak. A következő eboltás április 16-án a Hősök terén lesz. Pótoltásra a PSE pályához április 18-án lehet vinni a kutyákat. Bár az elmúlt napok esős időjárása kedvező feltételeket teremtett a Monilia nevű gombás betegség megjelenésére, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szerint még nem késő elkezdeni az elsősorban a csonthéjas gyümölcsfákra veszélyes, súlyos hajtás elhalást okozó betegség elleni védekezést. A kezelésre a hivatal gombaülőszeres permetezést javasol, ugyanakkor fontos, hogy aki a vegyszeres védekezést választja, azt olyan szerekkel tegye meg, amivel nem árt a virágzó fákra gyűlő méheknek. Ahogy mondani szokás, a lét a tét a Bonyhádi KSE NB1B-s férfi kosárlabda csapata számára az elkövetkezendő egy hétben. Az alapszakaszt az utolsó helyen záró BKSE a rájátszásban még kiharcolhatja a bentmaradást a második vonal elit csoportjában. A kiesési rangadó első mérkőzését pénteken este játsszák Miskolcon, a visszavágóra Bonyhádon kerül majd sor. Amennyiben a csapat alul marad a párharcban, kiesik és jövőre az NB1B zöld csoportjában szerepelhet. 24 vereséggel és mindössze 2 győzelemmel nem is végezhetett másutt, mint az utolsó helyen a 13 csapatot alkotó NB1B piros csoportjában a Bonyhádi KSE férfi kosárlabda csapata. A meglehetősen lidércnyomásos alapszakasz után ma kezdődik a rájátszás, amelyben elvileg, aztán majd meglátjuk gyakorlatilag mit hoz a két mérkőzés, kivívhatja az elit csoportban való bentmaradást Morgan Figyes együttese a második vonalban. Ehhez nem kell most tennie más, mint legyőzni a Miskolci Egyetem csapatát, a MEAPC-ot. Április 12 és 19 között játszanak a csapatok, előbb Miskolcon, majd egy héttel később Bonyhádon. Érdekesség, hogy lényegében az egész bajnokságban pofozógépnek számító, sok sebből vérző Bonyhádi KSE a kettő közül az egyik győzelmét éppen a Miskolci Egyetemisták csapata ellen szerezte hazai pályán a bajnokságban. Ami valahol azért önbizalom növelő tényező is lehet, ám azóta, és ez nem jó hír a bonyhádiaknak, bizony erősödött a Miskolci Egyetemi csapat. Ott megvertük őket érdekes módon, de nem egy jobb csapatot szerintem, akkor még nem volt az amerikai légiósuk se, valamint két irányító, a Szögi, aki A csoportba is megfordult, valamint egy honvédból odaérkezett srác, ő se volt, Tóth Bence, úgyhogy én úgy gondolom, hogy most egy erősebb csapattal tudnak kiállni. Amennyiben a két mérkőzés összesített eredménye kedvez a Bonyhádnak, bent maradnak az NB1B piros csoportjába, és a 11. helyért a nagykörös Békés győztesével játszanak oda-vissza a Tömösváriék. Ha rosszul jön ki ebből a völgységi csapat, ami azért benne van a pakliban, automatikusan kiesik a Fakóba hivatalos nevén az NB1B zöld csoportjába. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. 50 férőhelyes hajót adtak át Mohácson, a horvát határon túlra is szerveznek kirándulásokat. Gandhi 25 újra együtt, 400-ados fennállását ünnepli a Pécsi Gandhi Gimnázium. Költészet napja, irodalmi programokkal ünnepeltek Somogyban. Több mint 200 millió forintos pályázati forrásból készült el a Mohács 1 elnevezésű személyszállítóhajó. A vízi járművet a Dunaparti városban avatták fel és indították első útjára. Az akadálymentesített hajó 50 fő befogadására képes, a fedélzeten pedig hűtő-fűtőklíma és mosdó biztosítja az utasok kényelmét. Első útjára indul a Mohács 1 nevet viselő hajó. A vízi járművet ünnepélyes keretek között adták át csütörtökön a Dunaparti városban. Az akadálymentesített hajót több mint 200 millió forint pályázati forrásból szerezte be a mohácsi önkormányzat. Beszédében Szekó József elmondta, az idegenforgalom szempontjából is mérföldkőnek számít ez a beruházás. A polgármester hozzátette, a hazai és a horvátországi Duna szakaszon, valamint a Dráva szakaszon közlekedik majd a hajó. 50 személyes a hajó, abból 2 fő a kezelő személyzet, 48 fő utas. A hajó utazó sebessége 40 km/h is eléri. Ez volt még egy fontos szempontunk, hogy
hogy kellően gyorsjárású hajót vegyünk vagy építessünk, hiszen ez a környezet, amiről az előbb említést tettem, azért elég nagy távolságra van. Tehát a korábbi hajóink, tehát a Bendegúz sebességével például igen sokáig tartana egy-egy ilyen kirándulás. Az utasok komfortérzetéről a fedélzeten a hűtő-fűtő klímával és mosdóval ellátott panorámás terem gondoskodik. A túrázóknak fontos információ, hogy a hajóval 10-15 kerékpár is kényelmesen szállítható. A tervezett kiránduló útvonalak a gemenci kesejűs kikötőtől egészen Vukovárig az Almás kikötőig terjednek. A hajó szolgáltatásai április 15-től érhetők el az utasok számára. Ünnepel a pécsi Gandhi Gimnázium, idén negyed százada annak, hogy Európa első roma nemzetiségi érettségit adó intézménye megkezdte oktató-nevelő munkáját. A Gandhi 25 újra együtt elnevezésű rendezvénysorozat fő eseményén az ünneplők megemlékeztek Bogdán Jánosról, a gimnázium első igazgatójáról, aki bizonyára büszke lenne az intézmény eredményeire, annak fejlett infrastruktúrájára. Színes programokkal várták az érdeklődőket a Gandhi 25 újra együtt elnevezésű rendezvénysorozaton. Az Európa első roma nemzetiségi érettségit adó intézményében létrehozott szellemi közeg az integráció egyik legfontosabb, legjobban működő és támogatandó módszere, fogalmazott Bódis József, oktatásért felelős államtitkár a csütörtöki ünnepségen. Bódis József hozzátette, az iskolát az UNESCO is felfedezte, és a pécsi oktatási módszer 2017-ben felkerült a szellemi kulturális örökség jó gyakorlatokat tartalmazó regiszterére. Tisztelt ünneplő közösség, kedves diákok! A Gandhi Gimnáziumra legyenek önök, ti is nagyon büszkék. Hiszen nem kis dolog, nem csak Magyarország, de az egész Európa első roma nemzetiségi érettségit adó intézményében tanulni, dolgozni. Ezt a különleges helyzetet nem csak itthon, de külföldön is elismerik. Az intézményben mindkét magyarországi cigánnyelvet, a beást és a lovárit is oktatják, azokból érettségizni és nyelvvizsgázni is lehet. A művészeti iskola kifejezetten azzal a céllal jött létre, hogy a cigánytáncokat és zenét, valamint a klasszikus művészeti ágakat tanítsa. Az iskola tanulói elsősorban Baranya, Tolna és Somogy megyéből érkeznek, de debreceni, egri és zalaegerszegi diákjuk is van. 14-15 éves gyereknek, amikor elkerül ide egy kis Somogy megyei, Baranyai, vagy Tolnai, vagy akárhonnan is érkezett településről, itt hirtelen megnyílik minden, és minden olyan félelmetesnek tűnik. És akkor ennek az intézménynek egy kicsit ki kell terjeszteni a védőszárnyait ezekre a gyerekekre, akiknek segíteni kell, és ezen igyekszünk, nem mindig hagyják. Amikor segíteni kell nekik a család helyett, segíteni kell nekik az életben való eligazodásban, és segíteni kell nekik abban, hogy megismerjék saját magukat, és büszkék legyenek saját magukra. Az ünneplők Bogdán Jánosra, a gimnázium első intézmény vezetőjére emlékezve egy az iskola indulásakor készített filmrészletet is levetítettek, és egyetértettek abban, hogy a néhai igazgató büszke lenne a most negyedévszázados iskola eredményeire, annak fejlett infrastruktúrájára. Akár 3 év szabadságvesztésre is ítélhetik azt a 3 férfit, aki ellen most emelt vádat a mohácsi járási ügyészség. A vádlottak tiltott állatviadalt rendeztek egyikük mohácsi telepén. Az első és a másodrendű vádlott kutyáikat egymásnak úszította, míg a harmadik rendű vádlott a bírói feladatokat látta el. Az illegális harc azonban félbeszakadt, amikor megjelentek a terror elhárítási központ munkatársai. A 3 férfi cselekménye tiltott állatviadal szervezése és állatkínzás. Ezeken a felvételeken jól látszik, ahogy a terrorelhárítási központ munkatársai elfogják azt a 3 férfit, aki ellen most emelt vádat a mohácsi járási ügyészség. A vádlottak 2018. júliusában állatviadalt rendeztek egyikük mohácsi telepén. Az illegális harcra még külföldről, Spanyolországból is érkeztek nézők. A két elkövető, az első és a másodrendű vádlott a két kutyát egymásnak úszította, folyamatosan hergelték a kutyákat, hogy minél vehemensebben támogatják
támadjanak egymásra, míg a harmadrendű vádlott látta el a bírói feladatokat. Az ő feladata lett volna, hogy győztest hirdessen a kutyák között. Erre azonban nem került sor, ugyanis menet közben a nyomozóhatóság megjelent, az elkövetőket elfogta, illetve az állatviatal így be is fejeződött. Tekintettel arra, hogy a vádlottak uszítása során a kutyák súlyos sérüléseket is elszenvedtek, ezért az elkövetők cselekménye a tiltott állatviadal szervezésének büntette mellett az állatkínzás büntetének a megállapítására is alkalmas. A vádlottakat akár 3 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik. Egyre több üzlet nyit ki a magyar tengernél. A korai jó idő miatt sok tulajdonos már március végén kitette a nyitva táblát. Lángosost, halsütődét, sőt még fagylaltost is találhatnak a turisták a tavaszi Balatonnál. Hétköznap ugyan kisebb a forgalom, de hétvégén gyakori a teltház is. Köszönöm, egészségére! Viszontlátás! Egész nap nagy volt a forgalom ebben a siófoki fagylaltozóban. Bár még csak április van, sokan esznek már most is a jeges édességből. A tulajdonos azt mondja, minden évben már szezon előtt kinyitnak, hiszen ilyenkor is sokan jönnek a magyar tengerhez. Úgy veszem észre, hogy az utóbbi években azért egyre nagyobb a forgalom, egyre több a külföld, egyre több a hazai turista is, úgyhogy elég jó szezonra számítunk. Szeletelik a húst ebben az étteremben Siófokon. Ez a vendéglátóhely 2 héttel korábban nyitott a megszokottnál. Amióta nyitva vagyunk, full házunk van. Így reggel 9-től még általában nincsen, de délben már bedurvulunk egyébként. Idén korábban érkezett a tavasz, s bár a Balatonban ugyan még nem lehet fürdeni, sok turista érkezik a tóhoz. Ezt a vendéglátósok sem bánják, hiszen a forgalomra már most sem lehet panasz. Ennél a balatonlellei halsütőnél azt mondják, az eddigi tapasztalat szerint a hétvégék kifejezetten erősek. Március 29-én nyitottuk az üzletet ebből a szezonban, és hétvégente nagyon sokan vannak, szerencsére, mert szép idő van, hétköznap sajnos még azért otthon maradnak, dolgoznak. A balatoni üzletek többsége április közepén húsvétkor nyit majd ki, s általában októberig lesznek majd nyitva. A magyarság és a magyar nyelv ápolása szempontjából is kiemelten fontos, hogy megőrizzük nagy költőink verseit. Erről is beszéltek József Attila születésének évfordulóján, a Költészet napján Balatonszárszón. A településen az emlékezés mellett immár hagyományosan 32. alkalommal rendezték meg az általános iskolák közötti szavalóverseny Somogy megyei döntőjét. Hiába törnek életemre vén huncutok és gonosz ostobák, mert életem millió gyökerű. Ady Endre Ifjú szívekben élek című versével köszöntötték a megjelent ünneplőket Balatonszárszón a 32. József Attila emléknapon és szavalóversenyen. A településen 1964-ben szerveztek először megemlékezést a költő születésének évfordulóján. A költészet évszázadokon át hitet adott a magyarságnak, fogalmazott Bíró Norbert a Somogy megyei közgyűlés elnöke ünnepi köszöntőjében. Éppen ezért közös felelősségünk, hogy legnagyobb magyar költőink hagyatékát méltóképpen ápoljuk. József Attila halála révén Balatonszárszó a magyar költészet történetében egy ikonikus helyként vonult be. Egyébként a költészet napja az a magyar kultúrának is egyik ünnepelt eseménye, a magyar nyelvnek az ünnepe, amely, mint tudjuk, a magyar nyelv az összeköti a magyarságot, és a nyelvében él a nemzet. Ez az, ami biztosítja számunkra azt, hogy a magyarság egyben maradjon, megőrzi keresztény hitünket, megtanít a múltra, és bizton számíthatunk rá a jövőben is. Viczmann Mihály országgyűlési képviselő szerint a költészeten át a magyar nyelvet is őrizhetjük, ápolhatjuk, amely a mai infokommunikációs rövidítéseket és szmájlikat alkalmazó világunkban fontosabb, mint valaha. Így történt az a nyáron, szamár jött a baráton, csuha volt a szamáron, bunda nőtt a baráton. A 32. József Attila szavalóversenyre 28 Somogy megyei általános iskolából érkeztek diákok, hogy megmutassák számukra, mit jelent a vers, a szavalat a költészet napján. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Szakmák éjszakája, Szekszárdon már pénteken délután megkezdődtek a programok. Gyorsuló bíróságok, 10-ből 9 perben 1 éven belül születik jogerős ítélet.
városi nagytakarítás, idén több mint 1000 mozdultak meg Szekszárdért. Veszettség ellen is beoltják a kutyákat Pakson, az önkormányzat állja a költségeket. Hétvégén is többnyire erősen felhős, borult marad az ég, csak néhol és időnként szakadozhat fel a felhőzet. Kisebb körzetekben gyenge eső előfordulhat, jelentős csapadék azonban egész hétvégén sehol nem valószínű. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Viszontlátásra!